Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog, és a mai videóban 5 plusz 1 hip-hop szempült szedtem nektek össze. Arra gondoltam, kíváncsiak lehettek arra, hogy mi az alapja, mi az eredetie. Na igen, sample, vagy szemplerezés, vagy szemplingezés. Aki esetleg nem lenne tisztában ezzel, a sample mintát jelent egyébként angolul. Ugye a zeneszerzők, beatmakerek, producerek hívjuk, ahogy akarjuk őket, sokszor mintákkal dolgoznak, ezt hívjuk szemplerezésnek, vagy szemplingezésnek, de inkább szemplüldözés lenne a legjobb magyar, bár igazából mindig tök magyartalan, talán a mintázás a legjobb kifejezés, bár mégis ezt viszonylag kevesen használják. Na de a mintázás azt jelenti, hogy régi vagy régebbi dalokból kivesznek különböző hangokat, hangsávokat, amiket felhasználnak egy új dal megalkotásához. Sokan azt gondolják, hogy a mintázás az lopásnak számít, én egyébként azon az állásponton vagyok, hogy a mintázás teljesen belefér a hiphopba, ugyanis ez mindig is része volt a hiphop szerkesztésének, a hiphop zene alapja igazából is minták voltak, úgyhogy én azt gondolom, ez teljesen rendben van, aki másképp gondolkodik, az a puff neki. Mindenesetre próbáltam 5 különlegességet összeszedni, aztán kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e rögtön, vagy néhány másodperc elteltével, hogy na, akkor ez melyik dal? Na jöjjön az első minta! Aki erre rögtön rávágta, hogy hát ez könnyű Animal Cannibals éjszakon délen, az igazából nagyon tévedett. Ez ugyanis Roger Webb Assignation című dala 1975-ből. Roger Webb egyébként brit zeneszerző volt és jazzzongorista, aki sajnos 2002-ben elhunyt 68 évesen, úgyhogy ő már nem élhette meg a 2008-ban megjelent rap diszkó albumot, ami egyébként szerepel az Éjszakon délen című dal, és akkor nézzük, mit hoztak ki ebből a kanibálok. Most én zárom a sort, mint a mondatot a pont, tudom a listánk sosem teljes, de hát ez ne is legyen gond. Van, aki elbújt előlünk, van, akit mi nem vettünk észre, nekik üzenem, vegyék fel a mikrofont a kézbe. Éjszakon délen, keleten nyugaton, szól a hangfalból a hip-hop maraton, a fejünk bólogat, lovaglunk a szabad. Na és akkor nézzük a második dalt. Ayer cuando nos separamos. Bizony, ez az NKS Ólálá alapja, az eredeti pedig Sophie énekli, a dal címe pedig Locuras Tango de Ti. 1973-ban jelent meg ez a szerelmes ballada, amiből az NKS sikeresen készített egy rövidítésekre épülő rendszerkritikus dal. Ez igen, bravo, szép munka, srácok. Érdekesség még a dallal kapcsolatban, hogy egy korábbi hip-hop számmal is van azonosulás, mégpedig Szívós 2001-es El a kezekkel című dalában ugyanaz a két sor szerepel, mint az Ólálában Turánkán szövegében. El a kezekkel, az enyémtől, fel a kezekkel, az enyémtől. El a kezekkel, az enyémtől, fel a kezekkel, a zenémtől. Persze nem állítom, hogy itt plágiumról lenne szó, minden esetre érdekesség ez is. Nézzük a harmadik mintát. Igen, ez a minta az utca diploma, vagyis Barbár fivérek, Tirpa és Said. Az alapmű egyébként a Damn 2 csapatától származik, akik elsősorban blues zenét játszanak, a mű címe pedig Am I a Good Man 1971-ből. További érdekesség még a dallal kapcsolatban, hogy ugyanezt a mintát felhasználta egyébként 50 Cent, DJ Khaled és Ghostface Killa is. Jön a következő minta. Ez a dal Ryuichi Sakamoto Solitude című alkotása 2005-ből. Sakamoto japán zeneszerző, zongorista, író, színész, festő és táncos. Gyakorlatilag a művészet minden formájában képviselteti magát, elsősorban azonban filmekhez és videójátékokhoz készít zenéket. Legismertebb filmje a The Revenant, magyar címén a Visszatérő, amiért Leonardo DiCaprio Oscart is kapott, bár senki nem érti, miért pont ezért kapta meg. Sakamoto művének a magyar változata pedig Essem, Süti, Furacsi és Rémi közös dala, a Fel az évig.
ilyen az élet. Megteszünk mindent, ami kell, elveszünk mindent, ami kell. Valami nem fair, valaki nem nyer, valaki mert valakivel lehet. Valakivel valamire jutsz, valakivel nem lehet, de én megyek. Ugyanakkor nem csak ez az egy feldolgozás készült a magyar hiphopban ehhez az alapzenéhez, hanem Boxy, Bárcsak tudnám című klipje szintén erre a mintára épül. Ilyen a sztorim, nem csillog csak a láncom, se palota, se annyi pénz, amiből ki sem látszom. Járom a táncom, bólogatok egyedül, fekete minden, senki nem menekül. Nézzük az utolsó magyar mintázást a mai videóban. Ez a minta Melody Gerdot, Your Heart as Black as Night címet viseli. A jazz énekesnő dal egyébként rendkívül népszerű hip-hop körökben, ugyanis spanyol és román nyelven is szövegelnek pontosan ugyanerre a mintára. A mi szívünkhöz mégiscsak a mocskos márka és a hazai nyelvvel legközelebb. Próbálj meg lazítani, ez a magyar rap dal címe. Próbálj meg lazítani, a beat a szívem majd, hogy nem szakítja ki, te nem értek el, amíg az vér pumpál, hogy rendesen hajálíts az impulzusát. És én azt mondanátok, hogy jó, ez itthon talán elfogadott, de külföldön biztosan másképp megy, hát akkor nagyon tévedtek. Itt van például Dr. Dre The Next epizódja, amit szerintem mindenki ismer, mert egy hip-hop himnusz, nem csak Magyarországon, hanem a világon. Az is egy brutális nagy mintával dolgozik, ugyanis David McCallum 1967-es The Edge című számából van mintázva, egy nem is túl rövid minta. Ezután az 5 plusz 1 után remélem sikerült bemutatni néhány érdekességet a hiphopból, amit talán nem ismertetek. Ha pedig ismertétek, akkor írjátok meg, hogy mi az, ami újdonság volt számotokra oldalán. Ha pedig szeretnétek még ilyen videót, azt jelezzétek nekem nyilván egy lájkkal. Legközelebb találkozunk, szevasztok! Hold up. Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel!